Mindent lehet címmel nyílt kiállítása Töttös Katának és Vahorn Andrásnak a híres Agora Kodály termében ma délután. Magyarország két meghatározó képzőművészének egyedülálló kiállításán nem csak saját képeik és szobraik láthatóak, hanem közös alkotásaik is. Vahorn és Töttös művészete különlegesen hat egymásra. Bár egészen másképp alkotnak, így két gyakran eltérő világ vetül egymásra, együttesen mégis kiadnak valami új értelmet, egybeolvadva egy művé. A képzőművészek mezőszemerén két külön műteremben alkotnak, mert különböző atmoszférára van szükségük. Töttös Katának csendes elmélyülésre van szüksége az alkotáshoz, Vahorn András pedig szereti, ha bezseg körülötte a légkör és állandóan zene szól, sőt, ha ahhoz van kedve, a festésben szünetet tartva szaxofonozik is. A kiállítás, amelyet maga Vahorn András nyitott meg, július 28-áig tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében, 9 és 18 óra között.